Köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban továbbra is mesélünk. Beszélgetünk a médiáról, rádióról, televízióról, újságokról és néha könyvekről is, ma pedig az utóbbi kettőről nagyon sokat valószínűleg, hiszen vendégünk Pégár Judit, aki most azt írjuk ki, hogy író és újságíró, de éppen egy nagy váltás közepén vagy. Gyakran váltasz életedben? Nem, elég hűséges típus vagyok, és hát tanítónő voltam, úgy kezdtem. Tényleg? 6 évig, igen. És tanítottál is iskolában? Igen, és nagyon szerettem. Igen. De mégis ott hagytad. De mégis ott hagytam, mert volt egy pont, mindenféle továbbképzést elvégeztem. Talán sokan emlékeznek rá, meg ma is az iskolákban több helyen a zsolnai módszerrel tanítanak, és én azt az értékközvetítés képességfejlesztő programmal tanítottam gyerekeket, és én azt nagyon-nagyon szerettem. Csak aztán úgy alakult, hogy titokban jelentkeztem az újságíró iskolába, és azt hittem, hogy az esélytelenek nyugalmával jelentkezem. Volt egy gyerekkori élményem, hogy nyertem egy pályázaton az egyik írásommal, és ez volt az, amiért ezt a titokban dédelgetett álmot, hogy én egyszer újságíró lehetek, ezt megpróbáltam megvalósítani, és felvettek az újságíró iskolába. Ez a MOASZ újságíró. Újságíró iskolája volt, és arra is emlékszem, hogy a műfajismeretből az első dolgozatok egyike az volt, hogy el kellett képzelni magunkat, hogy 10 év múlva mit fogunk csinálni. És hogy képzelted el magad? És én akkor úgy képzeltem el magam, hogy majd a Nőklapja újságírója leszek, és portréinterjúkat fogok elsősorban készíteni. Az meg hogy jött? Előadó. Hát mert már akkor is ott volt bennem, hogy engem az emberek érdekelnek, a sorsuk érdekel. És akkor még nem dolgozott bennem az, ami ugye később kiderült, amikor napilapos lettem, mert először a Képes Európánál kezdtem, ugye még újságíróiskolásként ott kezdtem élni, és utána hívtak a Mai Naphoz, és amikor ott elkezdtem dolgozni, viszonylag hamar kiderült, hogy én a bűnügyekkel fogok foglalkozni. Na várjál egy pillanatig, álljunk meg, mert ugye egyrészt azt mondtad, hogy titokban jelentkeztél, mert az iskolában nem akartad, hogy tudják, hogy neked van egy másik irányod. Én azt hiszem, hogy mindig ott volt valahol az életemben, én félek a kudarcoktól, kudarckerülő vagyok, és én azt gondoltam, hogy nekem ez nem fog sikerülni. És jobb, ha nem tudja senki, hogyha ez nem sikerül. Elkiabálom, hogyha bármit mondok erről. És aztán sikerült, könnyen hagytad ott az iskolát? Mai napig visszaérzéseim vannak. A mai napig ott van bennem, főleg ahogy a gyerekeim miatt megyek be az iskolába, hogy szívesen lennék ott. Nagyon szerettem tanítani. És azt, hogy ott van egy kisgyerek, aki bejön tulajdonképpen úgy, hogy nem sok mindent tud még a tananyagból, és hogy meddig tud eljutni, és hogy kit hogyan lehet ebben megtámogatni. És az is, mert én ugye én diszlexiás, diszgráfiás vagyok, és voltak olyan gyerekek a különböző osztályokban, ahol tanítottam, akiket támogatni tudtam, mert ugyanezzel küzdöttek. És nekem ez egy nagyon nagy lelki töbletet adott akkor, és később is, amikor bármilyen visszajelzést kaptam a volt tanítványaimtól. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert amikor most már visszatérve a mai naphoz, és hogy a bűnügyekkel kezdtél foglalkozni tulajdonképpen, ott is ugyanez látszott a munkáidban, amit most a gyerekekről elmondtál. Már, hogy ennyire mélyen érdekel engem? Vagy hogy milyen érdekel, és szeretnél segíteni? Én azt gondolom, hogy nem választható, semmiképp nem választható el az, amivel az ember foglalkozik, attól, hogy a mindennapokban milyen, és mi rakódott rá a születésétől kezdve. És ugyanez ott van abban is, amikor akár a sértetti oldalon beszélek, hozzátartozókkal, akár egy bűncselekményt elkövető valakivel beszélek, vagy az ő hozzátartozóival. Nem lehet úgy, én azt gondolom egyébként, hogy a rendőröknél is azon, hogy azok a legjobb vizsgálók,
akik nem úgy ülnek le kihallgatni valakit, hogy a jó zsarut, rossz zsarut játsszák el, és úgy próbálnak kihozni, hanem úgy ül le, hogy meg akarja ismerni azt az embert. És azon keresztül találja meg majd az utat ahhoz, hogy adott esetben a legszörnyűbb bűncselekményről is beismerő vallomást tegyen. És ez ott van az újságírói munkában is. Megnyitni nem lehet senkit úgy, hogy én bemegyek a börtönbe, egyébként nekem teljesen közömbös, ha bemegyek egy börtönbe, hogy hány ajtó zárul be mögöttem, és mert ezt nagyon sokan kérdezték, hogy nincs ettől rossz érzése az embernek. Nem, hát ez semmilyen érzéssel nem jár. Igazából az a fontos, hogy amikor bemegyek, mennyire tud az a beszélgetés olyan mederben zajlani, hogy ez az ember, aki ott ül velem szemben, elfeledkezzen arról, hogy ő interjút ad. De ha már említetted ezt a esetleges rossz érzést, nem féltél olyan emberekkel leülni, tulajdonképpen négy szem közt beszélgetni, igaz, hogy ott a... Ellenőrzött körülmények között. Ellenőrzött, igen. De azért mégiscsak olyan emberek, gyilkosokkal beszélgettél, rablókkal beszélgettél, tehát rossz fiúkkal. Nem volt benned egy ilyen félelem, tartás, aggodalom? Nem. Soha nem. Nem volt. Nem volt. Olyan volt, ez a Szita Bence gyilkosságnál volt, azt hiszem, hogy közismert ez a gyerekgyilkosság, ahol ugye a nevelőanya nem csak megbízott két embert azzal, hogy megöljék az ő volt élettársának a gyerekét, hanem jelen is volt közben a gyilkosságnál, és abban az időszakban, amikor kiderült, hogy megölték a kisfiút, ugye egy 11 éves kisfiút, akkor olyan 3 héten keresztül szinte minden nap hívott a nevelő apja, és órákig beszélt. Tehát én hiába tanácsoltam, hogy keressem pszichológust, úgy alakult, hogy nap mint nap felhívott, és órákig beszélt a hátteréről annak, ami történt. És az miután egy közel hasonló korú volt akkor a nagyobbik fiam, mikor ez történt, ezért is érintett máshogy. És amikor lehetőség volt az egyik könyvem kapcsán, hogy interjút készítsek az elkövetőkkel, a nő nem vállalta a két férfivel, akkor történt olyan, hogy belázasodtam. És el kellett, nem voltam készen arra, hogy elmenjek ezt az interjút elkészíteni. És akkor másfél hónappal később tudtam elkészíteni ezt az interjút, akkor voltam rá készen. Ebből már azt akartam amúgy is kérdezni, de ez már egy félig válasz, hogy tudsz távolságot tartani az ügyektől és ezektől az emberektől? Az az érdekes, hogy távolságot úgy tud tartani az ember, hogy épp közel engedi magához, hogy nagyon sokat tud meg róla, hogy mindent elolvas, amit csak lehet. És érdekes volt az utolsó könyvemnél a gyilkosokkal szemtől szembenben, ott bírók is adtak interjút. Makai Lajos bíró, aki a Bándi Kata ügyben ítélkezett például, pont a Vadóc Attila bíró, aki a Szita Bence ügyben ítélkezett, és ők arról beszéltek, nekem nagyon érdekes volt, hogy ők is mindent elolvasnak az utolsó szóig, szinte megtanulják az aktát, mielőtt odaülnek a tárgyalásra, és azért tud objektív lenni, és azért nem ott érinti meg a tárgyaláson az, amit hall, mert annyira felkészül. Nekem ez a páncélom, hogy úgy megyek oda, hogy amit csak lehet, mindent elolvasok. És volt már olyan, hogy azt mondtam, hogy úgy érzem, hogy nem tudok eleget, és most elbúcsúztam az életőtől, hogy ha megengedi, akkor 2 hét múlva visszamennék, és akkor folytatnám az interjút. Hogy fér bele az idődbe, hogy ilyen nagyon részletesen minden interjúra felkészülj? Én azt gondolom, hogy ami az embernek fontos, az belefér. És ez nem úgy megy, hogy én olyan szorgalmas vagyok, hanem hogy mi a belső motivációd. És hogyha téged az tényleg érdekel, akkor el is akarsz olvasni mindent, amit csak tudsz arról. És a másik oldalról az a kérdés, hogy nehéz egy-egy ilyen interjút megszervezni, ugye mindenki szóba áll veled, rendőrök, bírók, ügyvédek, és
a bűnügyek elkövetői is, nehéz eljutni odáig, hogy na most akkor leülhetek interjúzni? Hát türelem kell hozzá, illetve nem akar mindenki nekem interjút adni, van, aki nemet mond, és mindig napilapos újságíróként egyébként ezt kell megtanulni, vagy ezt kellett megtanulnom, hogy minden nem hozzásegít egy jó igenhez. Hogy nem szabad azon szomorkodni, el kell engedni, és azt kell érezni, hogy nem szabad erőszakoskodni. Az első nemre hagyni kell az egészet. Egyébként így jönnek inkább utána igenek, attól is, aki nemet mondott. Aha, tehát úgy kell hagyni a nemet, hogy azért reménykedsz benne, hogy majd egyszer igen lesz belőle. Nem, én akkor elengedem. Én akkor már nem foglalkozom vele, és akkor egy új cél irányába megyek. Nem rágódom azon, hogy valaki miért mondott nemet. Illetve vannak olyan nemek, amikor jól esik, hogy az illető válaszolt. Tehát volt az első bűncselekmény a Százhalombattai Rém, aki 4 lányt ölt meg. Ő volt az első gyilkos, akivel interjút készíthettem. És ez volt az első ilyen ügy a mai napnál, amikor sorozatban exkluzív anyagokat tudtam írni, és címlapokat tudtam írni. Ami ugye nem az én érdemem volt egyedül, nagyon sok a szerencsefaktor is ebben. És akkor ugye engem ez nagyon megérintett, a mai napig érdekel és foglalkoztat, és 20 év távlatából megtaláltam a volt feleségét, a Balogh Lajosnak, a Százhalombattai Rémnek. Már felnőtt korú volt akkor a lánya, és küldtem neki egy e-mailt, ahol részletesen megírtam, hogy szeretném megkeresni a lányát, vagy szeretnék vele beszélni. És az a levél, amit abban a levélben megírt, hogy miért nem, ahogy megköszönt, hogy őt hívtam, vagy őnek írtam először, az a nem, az nekem nagyon jó érzés volt, hogy egyrészt az, hogy azt igazolta, hogy hiába felnőtt korú valaki, ha gyerekkorában ilyen, ez történik vele, ami történik, vagy ami történt, hogy az apja ilyen bűnöket követett el, és ezzel élni, ebben a tudatban élni, az tényleg nem tudja senki elképzelni. Abban nem lehet belehelyezkedni. És ez a nem, ez nekem egy lelki töbletet jelentett, hogy válaszolt nekem, hogy válaszra méltatott, és hozzáadott mindahhoz, amit addig tudtam. Nem információkkal adott hozzá, hanem lelkileg adott hozzá nekem. Az, amit most elmondtál, azzal együtt, hogy egy csomó könyvet írt a hányat is összesen? 10, de csak 9 ebből a mi bűnügyi könyv. Tehát ezeket a könyveket olvasva, egyetlen szó jut nekem eszembe erről az egészről, hogy bizalom. Hogy tudod megteremteni azt a bizalmat, hogy ezek az emberek úgy tudnak veled beszélgetni, ahogy beszélgetnek? Én azt hiszem, hogy az ember nem más magánemberként, mint újságíróként. Én azt gondolom, hogy ha valakivel beszélgetek, és épp 4 szem közt vagyunk, az csak nekem szánja, és az, amit elmondott 4 szem közt, arról nincs mit mondanom másoknak, amikor találkozom velük, mert akkor az nem publikus. Nagyon sokszor találkoztam azzal, még napilapos újságíróként, hogy azt mondták a kollégáim, tehát, hogy nem sokan, de volt olyan kollégám, aki ahhoz képest árulta el, hogy ki az információ forrása, hogy milyen társadalmi szerepet töltött be. Én azt gondolom, hogy ha valaki a társadalom perifériáján él, ad nekem egy interjút, akkor én ugyanúgy megkeresem őt, ugyanúgy egyeztetem vele azt, amit elmondott, mert nekem ugyanolyan fontos kell, hogy legyen, én is lehetnék az ő helyében. És azt hiszem, hogy ez az alapja mindennek, hogy közeledni kell a másikhoz. Hogy az egy véletlen, hogy nem én vagyok az ő helyében. Hát azért ezt nem mondanám, tehát egy gyilkos helyébe te lennél? Tehát te egy gyilkos lennél?
Megkérdezték már tőlem egyébként. Voltam úgy börtönben, hogy ez volt az utolsó kérdése egy gyilkosságért elítélt embernek, és el kell mondanom ehhez azt, az előzményeket, hogy ez az a földes Szabó Attila volt, akit a főutcai órásgyilkosság ügyében jogerősen felmentette. Utána 25 millió forint kártérítést is kapott a magyar államtól. Készítettem vele az Ördög ügyvédei kettő gyilkosságból felmentve könyvembe készítettem egy interjút. Abban az interjúban ő elmondta ennek a főutcai órásgyilkosság eljárásának, az egészet elmondta, hogy ez őt hogy érintette, hogy ő ártatlan, és én megmondom őszintén, hogy minden szavát elhittem. Egy pillanatig nem gondoltam azt, hogy őt úgy mentették volna fel, hogy ő elkövette azt a bűncselekményt. Utána találkoztam nagyon ismert rendőr-vezérőrnagyja Petőfi Attilával, aki azt mondta, hogy a meggyőződésük, hogy ő követte el. Majd évekkel később, akkor találkoztam Petőfi Attila vezérőrnagyja, amikor az ügyben nyilatkozott, hogy egy kettős gyilkossággal gyanúsítják a földes Szabó Attilát, aki feltehetőleg drogbizniszbe fektette be a 25 millió forintos kártérítését, és két embert, akit ezen keresztül ismert meg, gyilkolt meg. Azóta egyébként jogerősen őt elítélték. Még nem ítélték el akkor, amikor én egy börtöninterjút készítettem vele, és ebben az interjúban ő a kettős gyilkossággal kapcsolatban is folyamatosan azt mondta, hogy semmi nem igaz. Tehát több vallomás szólt ellene, olyan az élettársnak a vallomása, aki vele együtt utazott a Balatonhoz, és akkor csomagokban vitték a feldarabolt holttesteket. Tehát olyan közvetlen és közvetett bizonyítékok voltak, amelyek alapján őt később, ugye ezután a beszélgetés után elítélték. És miután beszéltük, kikapcsoltam a diktafont, akkor ő megkérdezte tőlem, hogy én képes lennék-e gyilkolni. És mondtam, hogy igen, de már a válaszom végét nem hallotta, mert mosolygott erre, megköszönte a válaszomat. Azt már nem mondta, hogy azt mondtam, hogy igen, hogyha a gyerekeim veszélyben lennének. Tehát önvédelemből, én azt gondolom, hogy önvédelemből igen képes lennék. De ez más. Én arra gondoltam, amikor az előbb mondtam, hogy véletlen, hogy éppen hol vagyunk, hogy hova születünk, hogy azt mindig látni lehet, hogy milyen a gyerekkora valakinek, hogy ez milyen szinten löki folyamatosan odáig, addig, és nem felmenteni, senkit nem felmenteni akarok ezzel. Vagy mondok mást. Ugye az egyik ügyben, ahol egy édesanya megöli a halálos beteg lányát. Nem tudjuk, tehát én azt gondolom, hogy nem tudhatjuk. Nem, tényleg nem lehet azt mondani, hogy én tudom előre, hogy velem mi fog történni, és hova vezet az utam. És ebben a tudatban kell bemenni a börtönbe is interjút készíteni. És hangsúlyozom, hogy nem felmentés, nem akarok senkit felmenteni, mert hiszen ítélkezni sem az én dolgom. Nekem egy dolgom van, amikor a könyveket írom, hogy minél több részletet megtudjak arról, és úgy adjam át, hogy az olvasó maga alakítsa ki a véleményét, és ne én rágjam a szájába, hogy mit gondoljon. Ez a földes Szabó történet azért is nagyon érdekes, mert gondolod, hogy amikor kikapcsoltad már a magnót, és utána kérdezte ezt, ez tulajdonképpen ez a mosoly, ez egy beismerő vallomással ért fel? Nem tudom kommentálni, inkább nem így éltem meg, hogy ez egy beismerő vallomás, de mindenképpen nem volt feltétlenül szinkronban a beszélgetéssel, az interjúval magával. Mert az is nagyon érdekes egyébként, végül is akkor a főutcai gyilkosságot soha nem tudták rá bizonyítani. Ezt a kettős gyilkosságot rábizonyították ezek szerint. Így van, igen. Igen. Tehát ott olyan vallomások voltak,
a házban, azt hiszem a laksorban vagy pincében dolgozott egy ismerőse, amikor történik ez a gyilkosság. És ez az ismerős, ez utána felmegy, tehát látja a megölt embereket, és az ő vallomása az egyik, ami ellene szól. Tehát ez az, ami, és az ő szerepe tisztázódott közben. Mármint, hogy a gyilkosnak a szerepe? Vagy? Nem, ez az ismerős, aki lent volt akkor, aha, valamilyen munkát végzett. Én azt gondolom, hogy tehát ez a feltételezésem, hogy nagy valószínűséggel nem véletlenül hívta ő éppen akkor oda ezt az ismerősét, és ő végzett valamilyen munkát lent a pincében. Két ember, hogyha megöl valaki, akkor a holttesteknek utána az eltüntetése, az egy fizikailag olyan feladat, ami nehéz lehet. Ennyi. És most akkor egy nagy váltás, igen, mert hiszen, ugye most, ha jól tudom, feladod az újságírást, lehet, hogy az írást is feladod egy időre? Az írás megmaradt, tehát ott van egy elképzelésem, hogy egy következő könyv mi lesz majd, viszont coachként kezdtem, life coachként kezdtem el dolgozni. Na ezt magyarázzuk meg egy kicsit. Igen. Több okból is. Egyrészt, hogy mit jelent ez a kifejezés, másrészt, hogy miért ezt választott? Nagyon sokan azt gondolják, hogy coachként dolgozni, az azt jelenti, hogy életvezetési tanácsadó. A tanácsadót lehagynám innen. Ez inkább azt jelenti, hogy mindenki arra törekszik, hogy azt szeretné a saját kiegyensúlyozott létét megtalálni, akár a magánéletben, akár a munkában. És ennek ellenére ugye nem egyszer van elakadása az embernek, amikor folyamatosan ugyanazon probléma körül cirkulál az agya, és nem találja a megoldást. Én azt gondolom, hogy ebben segít a coach, edző. Ha úgy tetszik, edző, nem direkt módon, nem úgy, hogy ő mondja meg a tutit, hanem hogy a kérdésekkel, bizonyos technikákkal, különböző eszközökkel eljutatja oda a coacholt, vagy a coachit, így mondják, vagy az ügyfelet, tehát azt az embert, akinek egy komoly problémája van, eljutatja oda, hogy meg a saját felismeréseit megtalálja, amelyekkel utána tovább tud lépni. Közbevetőleg nekem eszembe, hogy mondjuk nekem egy nagy problémám van bármi, akkor hogy jutok el hozzád? Hogy tudom meg, hogy Pégár Judithoz kell fordulnom, mert ő egy ilyen life coach, és majd ő segít nekem? Hát a honlap segítségével. Tehát van egy honlap, amin alapján megtalálhat az illető. Igen. Illetve én azt gondolom, hogy leginkább az a segítség, hogyha vannak pozitív esetek, és a hírét viszik az embernek. Az igen. Már beindult a idézőjelben üzlet. Most hagytam ott a munkahelyemet, és most indul ez az úgymond üzlet. Na de miért hagytad ott a munkahelyedet? Miért hagytad ott az újságírást, amit ezek szerint nagyon szerettél csinálni, jól is csináltad, és az írás is bizonyos mértékig a bűnügyeket. Miért? Azért, mert az interjúk során, főleg az utóbbi években azt éreztem, hogy már nem csak azért csinálom ezeket az interjúkat, hogy megírjam utána őket, hogy nekem maga a beszélgetés jelent egy pluszt, és egyre többen mondták pont azt, hogy ez a foglalkozás, hogy miért nem megyek coachnak. És ahogy utána néztem, teljesen más persze, mint amit elsőre én elképzeltem, mert én azt gondoltam, hogy ez tanácsadás, de nem tanácsadás. Nem, tehát ez pont az a jó benne, hogy nem direkt te kínálod a megoldásokat, hogy nem manipulálom azt, aki hozzám fordul, hanem támogatom. Abban támogatom, abban a folyamatban, hogy ő eljusson. És sokkal jobb, amikor az ember maga jut el ahhoz a felismeréshez, hogy mi az, ami kimozdítja egy helyzetből. És az, ami nekem ebben nagyon tetszik,
hogy amikor elkezdődik egy ilyen folyamat, nagyon sok probléma kiderülhet. És ezt igazából le kell szálazni, hogy mi a fő probléma. De hogyha van ez a nagyon sok probléma, ez olyan, mint amikor egy folyón sok uszadékfa megy lefelé a folyás irányába, megakadnak valahol, és ha csak egyet, lehet, hogy a legkisebbet kiveszed belőle, akkor az egész tovább zajlik megindul. A folyón. Igen. Uh-huh. Igen. Akkor tulajdonképpen ez nincs messze attól, amit eddig csináltál, Nem. De vajon mennyire rokon szakma a pszichológussal? A pszichológia a gyökérokokat keresi, a múltba néz vissza. A coach a jelenből indul ki. Tehát a jelen problémáját szeretné megoldani, a múltba csak a pozitív pszichológia segítségével megy vissza, tehát ott van az eszköztárban a múlt, de nem arra alapoz. Én azt gondolom, hogy segítő szakma, tehát ez a rokon, ha úgy tetszik, és használja a pszichológiának az eszközeit is. Sikeres író és újságíró vagy, mondhatjuk. Nem próbáltak meg lebeszélni akár ügyvédek, bírók, rendőrök, családod arról, hogy váltsál? Nem próbáltak meg lebeszélni, mert ez egy hosszú folyamat volt, és igazából az volt a kicsúcsosodás, hogy születésnapi ajándéknak kértem azt a tanfolyamot egy elismert nemzetközileg jegyzett cégtől, amit végül is elvégeztem. Ja, hogy ehhez kellett egy tanfolyamot? Hogyne, igen, vizsgázni kellett. És nem próbáltak meg lebeszélni, sőt, az ügyvéd ismerőseim azt mondták, hogy akár az áldozati, akár az elkövetői oldalról elkövetőknek hozzátartozói lehetnek ügyfeleim szerintük. Tehát egy ügyvéd munkájában mindenképpen ott van az, hogy vannak olyan beszélgetések, amelyek koncentráltan az ügyre vonatkoznak, és van egy olyan része is, amely adott esetben, amelyben segítséget jelenthet egy coachnak a munkája. Igen, gúnyolosan azt mondhatnám, hogy próbálhatnának lebeszélni téged, de nem fog sikerülni. Nem, hát ez egy hosszú idő alatt megérlelődött döntés, és úgy, hogy az írástettől nekem nem kell abba hagynom, hiszen a riportkönyveket, vagy akár nem riportkönyvet is tudok írni. Eleged lett a bűnügyekből? Nem a bűnügyekből lett elegem, hanem egyszerűen megtaláltam magamban egy olyan valamit, ami még ugyanúgy motivál, mint ahogy a bűnügyek motiválnak. Elképzelhetőnek tartod, hogy valaki, aki egy bűnügye készül, esetleg egy coachhoz fordul, mert úgy próbálja megoldani az élete nagy problémáit? Én elképzelhetőnek tartom, hogy ilyen előfordulhat, miért ne fordulhatna elő, de azért itt nagyon komoly etikai szabályai vannak annak, hogy egy coach mit tehet és mit nem. Attól kezdve, hogy azt is fel kell ismernem, amikor adott esetben teljesen más szakemberhez kell küldeni az illetőt, tehát akkor megáll ez a folyamat, és azt közölni kell, hogy én ajánlok valaki mást, vagy azt tanácsolom, hogy más szakterületen dolgozó szakemberhez forduljon, és azt is közölni kell, hogyha úgy gondolom, hogy az, amit nekem elmond, nem összeegyeztethető az én elveimmel. Hát mindez nagyon érdekes, amit elmondtál, és azt hiszem, hogy még órákig tudnánk ezekről beszélgetni, részint a megtörtént bűnügyekről, részint arról, hogy mit tervezel a jövőben, de egyelőre ennyi fért az időbe, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.